15 éve érdeklik a küzdősportok, 7 éve megtalálta a szerelmet a Kempóban, a napokban pedig Bahreinben amatőr világbajnok lett. MMA-ban Kovács Alexandra, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és egyúttal nagyon gratulálok ez az aranyéremhez. Köszönöm, és köszönöm a meghívást is. Mi ez a mélységes vonzalom, amit már régóta táplálsz a küzdősportok iránt? Hát igazából, ahogy mondtad is, tehát 15 éves voltam, amikor megismertem úgy igazán a harcművészeteket. Ez egy tradicionális bemutató volt, egy harcművészeti bemutató, ami eredetileg tánc órának indult, tehát én valami tánctanfolyamra szerettem volna jelentkezni, de ez valahogy sokkal jobban megtetszett, tehát egy éles váltás, ha azt veszük. Hát páros tánc, ez is bizonyos szempontból, csak van, hogy elcsattan egy-két pofon. Igen. És aztán ez annyira gyakorlatilag eluralkodott bennem ez az érzés, hogy ez nekem nagyon tetszik és fekszik ez a sport, hogy az egyetemen, a testnevelési egyetemen pedig a Kempóval is megismerkedtem, és tulajdonképpen ez az, ami nekem megalapozta mélységesen azt, hogy én megtaláltam itt ebben a sportban az életemet. Most abban nagyon népszerű az MMA, vagy ketrec harc, attól függ, ki hogyan ismeri. Mindenkinek van, aki ott versenyez valamilyen küzdősport múltja, előélete, és aztán ez pedig mindenki úgy kamasztoztatja, hogy tudja, mik a legfontosabb szabályai ennek, mondjuk az amatőr szinten. És a nőknél, hogyha így össze lehet kötni a két kérdést. A legfontosabb talán az, hogy azt tudni kell, hogy az Zenbukán Kempó, amiből én indultam, az egy olyan sportág, amiben van úgymond tradicionális rész, tehát mi szoktunk formagyakorlatozni és önvédelmezni, ez az egyik oldala. A másik oldala pedig a küzdelmi rész, ami pont a gyakorlatilag a ketrec harcnak a megalapozása, hiszen ebbe is van földharc, tehát ilyen judós jellegű mozgások, dobások, illetve állóharc, mint a boxba vagy a taekwondóba, tehát ütések, rugások. És ugye, mivel mondtam, ezzel kezdtem ezt az egészet, így jutottunk el az MMA szabályrendszerig, ami meg gyakorlatilag ennek az ötvözete, tehát azzal a különbséggel, hogy folytatódhat az ütlegelés is, úgymond a földön is. Mert ugye az ilyen harcművészetekben azért, hogy akkor is, hogyha full kontakt vagy szemikontakt, azért van valamiféle kontroll. Itt meg azért tényleg, amikor már vér van, még akkor is mennek le földre, könnyökkel minden addig, amíg le nem kopogják, vagy a bíró nem szakítja meg. Ezt téged soha nem taszított nőként ez a fajta erőszak? Nem tudom, igazából valószínűleg ezért szerettem bele ebbe az egészbe, mert valahogy az a fájdalom, vagy nem is tudom, hogyha most kapok egy nagyobb ütést vagy rugást, az valamiért motivált engem. Nyilván ez egy nem egészséges dolog, de valószínűleg ezért találtam meg ebben a helyemet. Úgyhogy ezek engem nem inkább fokozzák bennem azt az adrenalint, hogy hú, meg tudom csinálni, és képes vagyok rá, és a határaimon túl is meg tudom tenni. A Kempót oktatod is, és egyébként ezen kívül civilben tesi tanár vagy egy gimnáziumban. Mit szóltak a tanítványok, amikor vitted el? Hát ugye nem ez az első érmed, de azért mégiscsak most világbajnok lettél. Nagyon örültek neki, és már előtte is, meg közben is nagyon sok üzenetet kaptam tőlük, támogattak, és ez azért nagyon sokat jelentett ott kint, amikor így egyedül magamra maradtam, úgymond a saját kis fókuszálásommal, gondolataimmal, úgyhogy ők nagy társak ebben, úgyhogy örültek neki. A civil életet, meg a sportolói életet hogyan tudod összehangolni? Nyilván azért amatőrben, meg hát így ezen a szinten az MMA hiába vagy már világbajnok, azért nem azt jelenti, hogy dől a lóvé, tehát itt azért ez egy szerelem része most még. Aztán, hogyha profi szerződést kapsz, majd, hogyha kapsz, akkor az már egy más történet lesz, de azért gondolom, hogy nem könnyű összehangolni a civil életet és a sportot. Hát nem, ki vagyunk centízve, hogy úgy mondjam, tehát ugye nyilván a munka, plusz még ezen kívül a gyerekeknek az edzéstartása, ez nagyon beoszt az időnket. Tulajdonképpen minden nap 2 óránk van arra, hogy mi megcsináljuk azt a munkát, amit mondjuk profik napi kétszer vagy háromszor több órában tudnak megtenni. És ezt tudom megoldani? Olyan intenzitással kell pörögni, meg olyan elszántsággal? Hát persze, edzőm, hál' Istennek, igen, Palotás Ferenc, ő ebben eléggé jártas, úgyhogy tudja, hogy kell terhelni. Nyilván az elején próbálunk inkább nagyobb mennyiségben, tehát állóképességet szerezni, meg erőt szerezni, és aztán a végén egyre inkább intenzívebb edzéseket, és már közeledve a menetidőhöz úgy zsákolni például, vagy olyan küzdelmeket hűni, hogy már élesedjek, és gyorsabb legyen a mozgás. Következő állomás mi lesz? Ha jól tudom, akkor holnap is versenyzel. Igen, a szövetségünk holnap is, meg már péntektől kezdve egy úgynevezett Kempó világbajnokságot szervezett, úgyhogy holnap küzdenek meg a felnőttek Budakalászon. Ezen indulsz is, vagy ez... Igen, indulok is, most csak földharcban, mert a bunyóból ugye 2 hete már jutott elegendő, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ne vigyük túlzásba, mert azért ilyen közel egymáshoz versenyezni sem túl egészséges, úgyhogy maradtunk a kicsit visszafogottabb versenyszámnál a földharcnál, úgyhogy mindenképpen
indulok. Na hát akkor gratulálok még egyszer a világbajnoki címhez, és sok sikert holnap a versenyhez. Köszönöm, hogy itt voltam. Köszönöm.